Új vezető áll az EFI, az Zuglói Egészségfejlesztési Iroda élén október 1-től. Ő a vendégünk itt a stúdióban, Szabó Papp Valéria, akit köszöntök, gratulálunk a kinevezéséhez. Köszönöm szépen. És rögtön adódik a kérdés, hogy fog-e változni, mi változik az EFI életében azzal, hogy egy új vezető kerül oda? Igazából nagyon sok minden megy tovább ugyanúgy, ahogy az előző időszakban is ment. Ugye sajnos a járványügyi helyzetből adódóan átállt az irodánk működése online formára, és úgy látjuk a jelenlegi helyzetben, hogy ugyanígy online tudunk tovább működni. Ugye ez mind a lakosság részére, mind a munkatársak részére úgy gondoltuk, hogy ez a legbiztonságosabb döntés. Tehát a programok nagy része az ugyanúgy megy tovább, mint az előző időszakokban. Egy-két új programot is próbálunk majd bevezetni, tréninget. Az egyik ilyen a daganatos betegek megküzdésével kapcsolatos klubunk lenne, ahova olyan lakosokat várunk szeretettel, akik daganatos betegséggel küzdenek, és ennek a feldolgozásával foglalkozna ez a klubunk. Már van egy kis tapasztalatuk abban, hogy online működésben hogyan tudnak érvényesülni ezek a programok, hiszen már tavasszal is alapvetően egy online üzemmódra állt át az EFI és annak számos programja, rendezvénye. Mi a tapasztalatuk? Az emberek érdeklődése csökkent emiatt, nőtt, változott-e a közönség, aki esetleg keresi az önök programjait? Szóval mit lehet erről összefoglalóan mondani? Igazából ez nagyon érdekes, mert tehát mi személy szerint is a személyes találkozókat preferáljuk jobban, és a kollégáim is ugye izgultak, hogy hogyan fog ez online-ban változni, de nagyon pozitív eredmények vannak, tehát hogy sokkal nagyobb létszámot érünk el online. Ugye vissza is nézhető nagyon sok programunk, előadásunk, tehát hogy igazából nincsenek konkrét időponthoz kötve, tehát hogyha valaki egy későbbi időpontban szeretné újra nézni akár a tornáinkat, akár előadásokat, akkor ugye erre van lehetőség. Tehát igazából pozitív eredményeink vannak az online felülettel kapcsolatban. Arról vannak adataik egyébként, hogy kik nézik, tehát hogy férfiak, nők, idősebbek, fiatalabbak, ebben van-e valami változás? Erről most pontos statisztikát nem tudnék mondani, úgyhogy ebben így nem mennék bele. A másik érdekes kérdés lehet, hogy ugye az online üzemmód az alkalmas egyfelől arra, hogy visszajelzéseket is kapjon az ember, bizonyos értelemben jobban és közvetlenebbül, mint a nem online működésben. Másfelől viszont a programok természeténél, főleg, nem tudom én, ilyen tornákra, hasonlókra gondolok, ott meg nehezebb a dolog, mert ott ugye aki a programot vezeti, az nem látja, hogy mit csinál a másik, és ezért nehezebb visszajelzést adni. Szóval az ön tapasztalata, vagy az önök tapasztalata, az mi ezen a téren? Én mindenképp azt gondolom, tehát mindennek megvan az előnye és a hátránya. Nyilván itt is vannak nehézségek, amikkel még meg kell küzdenünk, de igazából egyelőre, akik visszajeleztek, tehát pozitív visszajelzéseket kaptunk leginkább. Szerintem a lakosság is azért tisztában van azzal, hogy próbáljuk a maximumot kihozni a jelenlegi helyzetből, tehát nem elengedni a kezüket, hanem ugyanúgy vezetni tovább. Sajnos tehát ebben a jelenlegi helyzetben tényleg nincs más mód, vagyis mi nem látunk egyelőre más módot, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot, és hogy ugyanúgy ezt a prevenciós tevékenységet folytathassuk. Amit még tapasztaltunk, az, hogy ugye most volt egy ilyen átállási időszakunk az októberi hónapban, és kaptunk nagyon sok e-mailes megkeresést lakosoktól, illetve telefonon is kerestek minket, tehát érdeklődtek, hogy megy-e tovább a program, mikor tudják, hol tudják megtekinteni, részt venni, tehát hogy nagy érdeklődések vannak a tréningjeink és az előadásaink iránt. Ilyen nagyon népszerű programok voltak korábban azok, amelyek valamilyen szűréssel is egybe kapcsolódtak, ezek nyilván az online térben nem működnek. Tervezik, hogy amikor lehet, ezeket visszaállítják, mert
Tehát az ilyenfajta sátrak, asztalok előtt mindig nagyobb tömeg volt. Így van, ezeket a rendezvényeket ugye nagyon-nagyon szeretnénk tovább folytatni, és nagyon nagy szükség is van rá. Mindenféleképpen, amint a helyzet úgy engedi, akkor újra szeretnénk ilyen rendezvényeket szervezni, és várjuk szeretettel a lakosokat, tehát ugyanúgy folytatnánk ezeket a szűréseket is. Most egyelőre akkor csak online programokat terveznek. Meddig terjed a látókörük? Tehát meddig szólnak ezek a programok most? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye biztos, hogy senki nem tud mondani. Én azt mondanám, hogy így ez a téli időszak, tavasz eleje, azt mi ezen az online felületen terveznénk, de nyilván, hogyha a körülmények pozitív irányba fordulnak, akkor azonnal nyitunk a személyes előadások felé. Úgyhogy egyelőre eddig látok, vagy eddig tervezünk. Ha már előadások, ugye az önök előadói, akik különböző foglalkozásokat, szakköröket vezetnek, azok között számos olyan egészségügyi dolgozó van, aki egyébként a zuglói egészségügyi szolgálat kötelékébe tartozik. Ugye az ő elfoglaltságuk az nyilván nagyobb a korábbinál most. Ez nem okoz zavart a különböző programok szervezésében? Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, tehát egyelőre meg tudtuk oldani. Ugye már beterveztünk, vannak klubfoglalkozásaink, és azok is úgy tűnik, hogy sikeresen tehát be tudtuk tervezni ezeket, és tudnak tovább működni. Tehát egyelőre ezt tudom mondani. Gondolom a különböző elérhetőségeik, Facebook oldal, honlap az változatlan, tehát aki érdeklődik, az ott tud tájékoztatást találni ezekről a rendezvényekről, programokról, és ott tud kapcsolódni. Így van, továbbra is ugye elérhető a honlapunk, folyamatosan frissítjük és fejlesztjük ezeket a online felületeinket. Ugye leginkább a Facebookot találják meg a lakosok, vagy azt használják szívesebben. Itt is ugye folyamatosan az aktuális információkkal ellátjuk a lakosságot, illetve ugye, ami talán egy picit a fiatalabb korosztály felé nyit, ez az Instagram felület, ahol szintén fent vagyunk. Itt nyilván egy inkább képi posztokról van szó, és minimális szöveg, tehát a nagyobb posztjainkat, videóinkat, azokat továbbra is a Facebookon, YouTube csatornánkon, és ugye a honlapon találják meg. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm ezeket az információkat, és jó munkát kívánok önnek is, és a Zefi egész kollektívájának. Köszönjük szépen!